kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szervusztok, kedves hallgatók! A 0630 011 0725 SMS számú rádió adás köszönt benneteket. Ez nem más, mint az önkényes mérvadó Puzsér Robival, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt velem szemben. A mai célunknak azt tűztük ki, hogy alulról, felülről, balról, jobbról vizsgáljuk meg a digitális nomád életmódnak az ítéletét. Ez, ha valaki nem lenne teljesen komfortos azzal kapcsolatban, hogy ez micsoda, azt kell elképzelnünk, ugye, hogy rengeteg munkát el lehet most már végezni egy laptop segítségével. Hogyha ezt a laptopot én home office-ba elvihetem, akkor elvihetem Dél-Kelet-Ázsiába, vagy elvihetem Erdélybe, vagy elvihetem Dél-Olaszországba, és onnan is be tudok jelentkezni az egyébként Magyarországon, vagy hát otthonról szerzett munkámba, és hát ez különösen vonatkozik azokra, akiknek nem is munkahelyként van bevétele, hanem vannak ügyfeleik, és számlát adnak róla. Mik ezek az általában ugye ezek a munkatípusok, amiket végezni lehet? Tipikusan ahonnan ez kiindult, nyilván a kreatív ipar, tehát grafikusok, szoftverfejlesztők, esetleg zenei utómunkát végzők, akik nem felvételt, hanem mondjuk keverést csinálnak, és akkor szépen lassan becsatlakoztak például akár könyvelők, hiszen most már majdnem minden számlát beszkennelnek valahol, nem feltétlenül kell neki havonta arra fizikailag rátenni a kezét, és tipikusan számítógépen dolgozik. Miért ne lehetne egy hónapig szabadságon, és ha egy hónapot kibírtak, miért ne lehetne 3 hónapig szabadságon, és hogyha a szabadság alatt azt értem, hogy a megfelelő helyre költözik végezni a munkáját, és azt egy ilyen nyaralós közegben teszi, vagy egyszerűen olyan helyen, ami az ő bioritmusához van rendelve jobban, mint ahol letette őt a gólya. Egy percig sincs szabadságon. Ugye arról van szó, hogy ő mindvégig dolgozik, csak a munkája az nem fizikai térben vett helyhez kötött, hanem a virtuális térben vett helyhez kötött. Uh-huh. Tehát a munkája az a laptopján zajlik. Tehát a laptopjának kell nála lennie, és azt pedig viheti akárhova. És aha, az ott a munkahelye. A legfontosabb ugye, ilyen jellemzője magának a digitális nomádkozásnak az, hogy jó távol lehetsz attól, ahol eredetileg kellene lenni, de ahogy mondtad, ezért nem gyakori, hogy mondjuk az Erdélyben végzett munkát azt digitális nomád kategóriába sorolják, pedig nyugodtan lehetne egyébként, de hogy ennek egy nagyon kezdetleges, vagy nagyon igazából ezt az egy dolgot, hogy viszonylag egzotikus környezetben, vagy környéken tudsz dolgozni, ezt az egy dolgot megvalósító formája volt annak idején a Karib-tengeri hajókon dolgozás, aminek a romantikája pont addig tartott szerintem mindenkinek, amíg azt el nem kezdte. A többieknek meg addig, amíg nem mesélte az, aki már elkezdte. Tehát, hogy ott abban tényleg az volt benne, hogy aki ilyen, én legalábbis amiket hallottam, ilyen elmeséléseket, meg annak idén legelőször talán egy Frey dossziéból, egy magyar egyes Frey dossziéból. Azt oszd is el kettővel. Igen, igen. Azt hiszem. Hát nyilatkozgattak ugye a különböző ilyen... Felbérelt színészek. Ezt a kifejezést keresed. Nem, ez még ezért mondtam, hogy a magyar egyes, ez még a korai volt, amikor még nem volt muszáj. De hogy... A Frey az Frey. Oké. De hogy ismerek is olyan embereket, akik ott dolgoztak, akár a kis falumból is többeket, és azért az tényleg az a jellemző, hogy eléggé várták azt, hogy mikor jöhetnek haza, és egy idő után el tudott ez jutni abba a fázisba, hogy egy idő után már ugyan nem voltak ott sem otthon, de már itthon sem itthon. És az egy elég vacak állapot szerintem. Ennél sokkal jobb helyzetben vannak amúgy ezek a digitális nomádok, mert egyrészt sokkal könnyebb kiszállni belőle, másrészt tényleg van elég jelentősen közelebb van a valódi szabadsághoz. Ezeken a hajókon ugye az, hogy mikor szállsz ki és hol szállsz ki, azt sem te mondtad. Hát és a valódi otthonhoz is, tehát azért az, hogy a hajón rádoztanak egy szobatársat és egy ilyen lyukat, szó szerint egy lyukkal ott valódi gazdrendszer van.
ahhoz képest az, hogy te megválasztod az országot, ahonnan bejelentkeznél a laptopoddal, és ott megválasztod az életkörülményeidet, hogy nyilván a anyagi kereteiden belül bérelsz egy házat, vagy egy szállodában laksz, vagy egy lakótárssal laksz, és beosztod a munkaidődet. Ráadásul, ha ez jó messze van, akkor olyannyira oszthatod be a munkaidődet, hogy szinte már esély sincs arra, hogy találkozik a magyarországi 9-től 5-tel, mert te 9 órával vagy jobbra vagy balra. Úgyhogy dolgozol 2-3 órát, vagy 3-3 órát egy nap, és közte elmész szörfözni, vagy tudod, bizonyos emberek ténylegesen a tengerhez, vagy a dzsungelhez, vagy a sivatagokhoz vonzódnak, és azzal szeretnének foglalkozni. Vagy a közelében. És anyagilag, anyagilag azért lehet ez azon túl, tehát különböző konstrukciók miatt lehet ugye kifejezetten pozitív, vagy legalábbis nullás, és akkor az a pozitívum, ahogy egyébként ott vagy, ahol szeretsz lenni. Aha. De hogy bizonyos helyeken, például ha Dél-Kelet-Ázsiát nézed, ahol kifejezetten nagyon megy ez a digitális nomádkodás, ott sokkal alacsonyabb költségvetéssel és igazából alacsonyabb igényeiddel megelégszel. Tehát míg itthon nem laknál feltétlenül olyan helyen, mert azt mondod, hogy ez egy kicsit így már a raggon aluli dőlbetűsen, addig ott, abban a közegben ez egy tökéletes szállás neked. Ugyanígy akár a közlekedés, hogy egy szakadt robogóval Dél-Kelet-Ázsiában csapatni hónapokon át, az kifejezetten cool. Itthon meg, hogy nincs másod, csak egy szakadt robogót, az lehet, hogy egy kicsit... Én ezt többször láttam kitelepülőknél, akik Amerikába költöztek, de úgy véglegnek tűnően, vagy Ausztráliába költöztek, hogy tudod, itthon ragaszkodsz egy olyan munkához, ami a végzettségednek, képességeidnek nagyjából a közelébe ér, és ezért jól érezheted magad attól, hogy előtte minek tanultál, ha utána nem használod. De amint azt az életkörülmény változtást megkapod, hogy egy amerikai éves bérezéshez igazodsz, vagy egy ausztrál klímához igazodsz, és egy ottani tengerparthoz igazodsz, érdekes módon az itt jellemzően irodai munkát végző, vagy akár orvosdiplomával rendelkezők hirtelen képesek pizzát kihordani 2 éven keresztül, vagy parkettákat letenni, mert egyszerűen annyit kapnak pluszban, hogy nem a társadalmi státuszuk, hanem a személyes szabadidejük, és az őket körülvevő világ az, ami honorálja őket. Meg a státusz is más, mert azért főleg a kétkezi munkának, az ilyen asztalos munkának, ha például Ausztráliáról beszélünk, sokkal nagyobb a megbecsülése, mint itthon, szerintem. Nyilván most már azért hál' Istennek itthon is így, hogy nehéz találni szakembert melókra, egyre inkább megbecsültek, de... Pár éve úgy csináltunk az önkényesben adást, hogy nyugaton már annak áll a széna, ugye, aki a kétkezi munkát végzi, mostanában pedig már úgy nyilatkozunk erről, hogy már Magyarországon is annak áll, aki a kétkezi munkát végzi, hiszen alig találsz megbízható szakembert, rendesen elkérik a pénzt, és ki vagy téve annak, hogy nem teheted lapátra, mert nem úgy van, hogy kimész az utcára, füttyentesz egyet, és 20 jelentkeznek. Sőt, bármiről van szó, nekik van igazuk. Ezt meg múlt hétfőn fejtettük meg. Így van, igen. Igen, tehát az Európai Unió, amint meg lett ígérve nekünk, hogy az milyen jó is lesz, hát nagyjából az történt, hogy leszívta az értelmiséget, meg a szakképzett munkaerőt Magyarországról. Aha. És hát ennek az a következménye, hogy Magyarországon hát egyre kevesebb az egészségügyi dolgozó, ami általában egy kezelhető helyzet, most, hogy pandémia van, most ez egy elég kritikus helyzet lett ennek nyomán, aminek az a következménye, hogy kritikus mértékben fogyott el a autószerelő, vízvezetékszerelő, fűtésszerelő, gázszerelő, tehát mindaz a mesterember, akinek a munkáját nem tudott kiváltani. Nem tudott kiváltani egy ezer mesterrel, mert Mekkelek az ezer mester, vagy Boriboje Surdilovics, az nagyjából bármihez ért, tehát bármit szétbarmol. Aha. Igen, mi egy-két mestert szeretnénk bizonyos olyan dolgokra, amelyek, ha nincsenek megfelelően kivitelezve, akkor nagyon ottalvós lesz az az éjszaka, amikor ránk gyullad a ház. Weblap szerkesztővel kiváltani tudod. Térjünk vissza erre, hogy digitális nomád életmód. Én azt szeretném a hallgatóktól is kérni, és ismétlem 0630 011 0725, hogy
vajon ennek milyen a belső megélése, és milyen a külső megítélése. Azaz, az az ember tényleg boldogabb tőle, vagy csak eljátsza? Tehát tudod, mennyi ebben a vagizás, és mennyi ebben a valódi épülés, vagy egyszerűen a saját magaddal való azonosulás úgy, hogy még a földrajzi környezeted is más, és kívülről pedig irigykedünk rájuk, vagy helyeseljük, tudunk-e örülni annak, ha valaki ebben találja meg az életmódját, vagy csak nyomunk ilyen fejeket vágunk, és puffogunk, amikor az Instagramon azt kell nézni, hogy már megint a főleg így novemberben. Fölkaptam a fejemet arra, amit az imént a Zoli mondott, és nem csak én, hanem a hallgató is, úgyhogy így meg vagy szólítva, így hangzik az SMS. Vajon akkor is cool lenne keleten szakadt robogón járkálni, ha nem lehetne közben veretni az otthoniaknak a Facebookon? Na, ez pont amit most osz nagyon is jogos. Nagyon jogos, és én azt gondolom, hogy itt bontunk ki szerintem egy nagyobb dobozt, hogy mi ebből a valóság, mi ebből a kép, a vetített kép, és mi az, ami már tényleg esetleg azért nem szól önmagadról, csak azokról szól, akiknek mutatod. Hát arról van szó, hogy ott Dél-Kelet-Ázsiában nagyjából senkinek sincs többje, mint egy robogója és az ahhoz tartozó gyümölcsös stand, vagy palacsintasütő, vagy valami eset. De hát, hogy ezek a kiskereskedők azok, akik ott így nagyjából árulják a dolgaikat, és mondom, egy ilyen kis robogó az ő teljes hát, vagyonuk. Hát meg és egy egész ebben, család utazik rajta. Igen, és ebben a világban te bérelsz egy ilyen kis robogót, ráülsz, és a coolnak érezheted magad, mert nem a Lexusokat, meg nem a Jaguarokat kell kerülgetned, hát nem az van, hogy itt vesznek körül téged azok, akik vitték valamire, és akkor te meg a nyomorult kis robogóddal, hát hogy érezd magad, nyilván úgy, mint egy lúzer, hanem ott úgy érezheted magad, mint valaki, aki történetesen bérelt valamit, és az most ott van a segge alatt 2 vagy 3 hétig, esetleg 2 vagy 3 hónapig, ami ennek a másik helyinek, aki itt az egész életét eltöltötte, és egész életén keresztül dolgozott, egy élet munkája, ami ott van ugyanúgy a segge alatt. Sőt, és akkor azt tudjuk érezni, igen, meg lehet, hogy az apja rakta össze, és ezt már így alátolta, és nagyjából nem tén 2 rekeszt még hozzá tudott tenni az elmúlt 15 év alatt. És akkor te ott azt tudod érezni, hogy na hát, béreltem egy olyat, és itt én most olyan vagyok, mint akárki ezek közül, mert ez az én szabadidőm, ez az én kikapcsolódásom, de aztán, amikor hazajössz, nem egy ehhez hasonló robogóra fogsz fölülni, mert itthon ugyanez már nem cool, hanem beülsz a BMW-be, és kikönyökölsz az ablakon, és azt mondod, hogy továbbra is cool vagyok, csak itthon a coolság ezt jelent. Hát egy Vespát, vagy semmiképp sem egy szigetelőszalaggal megtámogatott robogót, és vagy valami hasonló ilyen fancy változatot. Vannak jobb szigetelőszalagok is. Ja, az igaz, mondjuk, ilyen csíkos, nekem is van, csak úgy mondom. De hogy a másik, hogy azt a pluszt is tegyük hozzá, hogy amit nem lehet sajnos letagadni, hogy a te bőrszíned, a rasszod eleve egy magasabb pozícióba helyez ott. Nem tudják, hogy ausztrál vagy-e, vagy brit, főleg nem, hogy magyar. Tehát amikor bárhova belépsz, rögtön egy... Nagyon kell vigyázni, hogy előrefele nyilazz a robogón, akkor nem fognak rájönni, hogy honnan jöttél. Szóval, hogy meg eleve, hogy egyedül vagy a robogón, tehát megteheted, hogy neked van külön robogód. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan dologból látszik, de messziről, hogy te egy szerencsésebb helyről származol, és te azért vagy itt, mert ezt szereted, hogy itt vagy, nem pedig azért, mert nem tudod elhagyni az adott országot vagy szigetet. Hát tulajdonképpen olyan vagy, mint az Isten emberek, akik eljöttek a földre, és felépítették a piramisokat, uh-huh. és aztán újra elrepültek, hogy aztán Bogár Laci bácsi, meg Drábik Jani bácsi kinyomozza, hogy ezek valaha itt meg jártak. Daniken. Igen, Erik von Däniken kinyomozza, hogy ezek valaha itt jártak. Ők hagyták itt ezeket a piramisokat. Nagyjából így haknizik az európai ember a távol-keleten, és aztán, amikor eljön, nem marad utána más, csak egy lehasznált robogó. Én egy piros aranyos tubust hagytam így Dél-Kelet Ázsiában direkt ezzel a célral egyébként, hogy visszamehessek majd, és akkor tudod, ismét eljött közben. Vagy hogy az ottani famnak lehessen mind gondolkodnia mondjuk 300 év múlva, vagy 1200 év múlva, hogy ez hogy került ide. Egyébként a digitális nomadizmus az bármilyen felbontású térképről való lehajtást lehetővé tesz. Tehát mindig a nagy-nagy-nagy felbontású térképekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy elmehetsz a világ másik felére
a Karib térségbe, vagy Dél-Kelet-Ázsiába, és onnan végezheted a munkádat. De én például én nem tudom megítélni, hogy én mennyire vagyok digitálisan nomád. Gondolom, hogy azt nem tudom, hogy digitálisan nomádabbá, vagy kevésbé nomáddá tesz engem az, hogy nincs laptopom. Nekem van egy táblagépen, meg van egy telefonom, az össze van szinkronizálva, és én, hogyha mondjuk elmegyek sétálni, és nem, lesétálok a Dunapartra, az alatt én tudok dolgozni. Tehát miközben én a városban bármerre felé grasszálok, én közben tudom írni a cikkeimet, én közben tudom szerkeszteni a könyveimet is a telefonomba írom. Tehát, hogy valójában ez már nem pusztán csak arról szól, hogy el lehet utazni messzire és végezni a munkádat, hanem azt is jelenti, hogy a zsebedbe tudod tenni a munkahelyedet, ha úgy tetszik, és a sétálás közben akár egy fél órára leugrasz valahova, és közben is tudjál dolgozni. Igen, de ez inkább egy telkó reklám, és nem romantika. A digitális nomád fel tudja mutatni a romantikát a körülötte lévő viszonyok miatt, te pedig ezzel nem. Te pedig ez egy tök menő ilyen telkó reklám válasz egy szint tudsz prezentálni, hogy te bárhol. Na igen, de amikor engem meglátnak az utcán, nem azt látják, vagy nem azt érzékelik, mint amikor egy dél-kelet-ázsiai... Te nem vagy jó példa, mert hogy... Dél-kelet-ázsiai italkimérésnek a teraszán ott az ember ül, ott kikéri a koktélját, és közben... ott nyomkodja a gépét, megírja az ízekímák szerelmeket. Igen, ír egy rettenetes forgatókönyvet Julia Robertsnek, és bárki, aki ránéz, azt látja, hogy úristen, na hát ma már a nyugati ember így tud élni. Hanem amikor engem meglátnak az utcán, akkor látnak egy ilyen hülye gyereket, aki éppen SMS-ezik. Nem válok a saját életmódomnak a kirakatává. Nem válok a saját életmódomnak a promóciós reklámjává, amelynek a keretében én most kvázi tüntetek az én magam életmódjának a kiválósága mellett, hanem egyszerűen csak nyomkodok valamit, miközben jövök, megyek, nincs feltétlenül az az élmény, hogy ez egy homo novus lenne. Te egy olyan digitális kalandozó vagy, aki még nem indult el kalandozni. Csak lementem a boltba! Az előbbi hallgató nagyon fején találta a szöget azzal, hogy vajon ha a social médiának hála nem tudnánk a hazaiak képébe törölni a szörfözésünket, akkor vajon jó lenne ugyanannyira? De ez egy tök alapvető pszichológiai igény is, hogy egyszerűen az életet egyedül, társ nélkül megélni, akármilyen jó élmények vannak benne, nem ugyanolyan. Nem tudod kivel megosztani. A helyiekkel azért nem tudod megosztani, mert ők mind ott vannak. Az otthoniakkal pedig lehet, hogy jó szívvel osztanád meg, na de hát ez mondjuk decemberben azt nézni, hogy valaki 40 fokban vereti a homokos tengerparton, az nem feltétlenül esik jól. Ezt kifelé kommunikálni, hogy így jártál, ahhoz is kell egy intelligencia, és ezt úgy befogadni, hogy ne az anyjába kívánt, hanem azt gondolt, hogy de jó neki, ahhoz is kell egy intelligencia. Meg hogy meglépte, tehát hogy volt annyi, mert hogy sokan szerintem Aha. Álmodoznak ilyenről, meg is nézik, és aztán így vagy egy kicsit morcosak, mikor ilyet látnak, vagy nem, de mindenképpen vannak sokan olyanok, akik álmodoznak ilyenről, de sosem lépik meg. Na de itt jön a nagy segítség, hogy persze, hogy a Tibi kint van XY országban, hát kirúgták itthon, mert neki ment a targoncával a primagázpalacknak, tudod, és nem nagyon volt más választása, vagy itthon körözik, mert seftelt, hát persze, hogy ott van azokkal, nincs kiadatási. Nem biztos, hogy a kategória. Mindenki fönnakadt az SMS falon a robogózás és a kulság összefüggésén, úgyhogy ezzel kapcsolatban kaptunk üzeneteket. Az igazán irigylésre méltó ember nem kérkedik vele, és nem is ismered. Akiket irigylésre méltónak gondolsz, azok szánalmasak mind, írja a hallgató. Másik hallgató azt írja. Amikor kimész külföldre, akkor egész egyszerűen nem lehet bevallani, hogy már pedig nem mindig jobb odakint, hiszen akkor te lennél a világ lúzere, akinek még kint sem sikerül. Vietnámban szalmakalapban robogózni akkor cool, írja a hallgató, amikor ott a lehetőséged bármikor hazarepülni, és otthon a Starbucksban mutogatni a kint készült képeket. Igen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a digitális nomadizmus, ez mennyire esély és mennyire veszély. Mert nyilvánvalóan ennek van egy csomó vonzata, lehetőség,
oldalon, és van egy csomó vonzata a kockázat oldalon. Uh-huh. Valamit esetleg elveszítünk, amivel rendelkeztünk még a 20. században, és ami talán jó volt, és amiért talán kár lesz a 21. században. Ahogy az élet virtualizálódik, mert ez valójában az életednek a virtualizálódása, aminek a tulajdonképpen ugyanannak a folyamatnak a része az, hogy nem mész el moziba, hanem megnézel egy filmet a Netflixen, otthon az ágyadban, hogy nem mész be a munkahelyedre, hanem elvégzed a munkádat otthon az ágyadban, vagy a függő ágyban a tengerparton. Mindez elveszi tőlünk, a már munkavállalóktól, a lehetőséget arra a szocializációra, ami sokaknak persze lehet, hogy nyűg, mert megvan a maga szocializációjuk, meg megvan a maguk szociális közege, amiben jól tudják érezni magukat, nem okoz gondot nekik találkozni a barátaikkal, de vannak olyanok, akiknek egyszerűen a munkahelyük, meg a munkakapcsolatuk képezte a szociális közegét, és most, hogy betört a virtuális nomadizmus, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy most a pandémia nyomán a home office lett a referencia, lett az elvárás, az alapvető munkavégzési körülményrendszer, mint egy elvesztettük a lehetőséget arra, hogy ezt a szociális hálót megszőjük a munkahelyünkön, és mint egy kihullottunk ebből. És persze lehetséges, hogy sokan a baráti társaságuk puha ölelésébe estek, de simán lehet, hogy mások meg egyszerűen az otthonuknak a rideg magányába hullottak. Uh-huh. Jelen. És hogy valójában az emberi kapcsolatoknak nagyon sokak számára, talán pont annyira sokak számára, mint akiknek ez lehetőség, az elvesztése. A szocializációnak az elvesztése, az emberi kapcsolatoknak, a barátságoknak, vagy esetleg a párkapcsolat megszövésének, mert ezek az emberek nem biztos, hogy olyan könnyen tindereznek, mint azok, akik amúgy nagyon el vannak látva barátokkal. Én azt érzem, hogy ahogy azt mondtam, hogy ez egy picit a kreatív iparból virágzott ki, vagy hát nyilván aki digitálisan alkot, vagy állít elő értéket, azokból virágzik ez ki, ők azok, akik leginkább tudtak otthonról dolgozni, ők azok, akik egyébként is abból töltődnek fel, hogy egy kicsit egyedül tudnak lenni. Ahogy a social media betette a lábát az életünkbe, ők kapva kaptak az alkalmon, hogy cseten intézzék a dolgokat, ne kelljen telefonálni, ne kelljen minden szarért találkozni, és akkor a találkozó az egy tartalmasabb találkozó legyen, de ne egy megbeszélés, meg egy fussunk össze 5 percre, mert azzal elmegy az élet. Ha őket innen kiveszed, és elteszed 10.000 kilométerre keletre, vagy 10.000 kilométerre nyugatra, akkor lehet, hogy a social médiának köszönhetően megtartja azokat a kapcsolatait, amelyre időnként szüksége van, de nem heti, meg nem napi rendszerességgel. Ugyanakkor pontosan ebből a jelleméből adódóan ott kevésbé tud új barátokra lelni. Tehát én abszolút tagadom azt, hogy a munkatársaim volnának a legnagyobb barátaim. Világos, hogy velük töltöm a legtöbb időt. Például titeket nem is kedvellek annyira. De ténylegesen, amíg én ilyen rendes, becsületesen 8 órázó, egy helyen dolgozó ember voltam, nagyon sokat elsörözgettünk a kollégákkal, és így utólag mérlegelve azt gondolom, hogy nekem nem a kivel mennyi időt töltök, hanem hogy kivel milyen fontos beszélgetéseim voltak az életben összesen, adja meg, hogy mennyit ér egy barátság, vagy mennyit tett hozzám, vagy mennyit változtatott rajtam, alakította a személyiségemet. És ez nem a munkatársaimtól jött, hanem lehet, hogy a gyerekkori barátaimtól, akikkel 2 éve találkozunk, vagy lehet, hogy teljesen máshonnan érkező barátokon. Minden esetre, ha exportálod magad külföldre, és leteszed egy ilyen lakat szigetre, és te olyan begubózós ember vagy, akkor lehet, hogy 2 évet eltöltesz ott, és még mindig senkihez nem szóltál hozzá, csak a hazaiakhoz cseten keresztül. Ezt is el lehet veszteni. Amit még el lehet veszteni vele, én úgy érzem, hogyha mondjuk te mondjuk 8 év tapasztalattal rendelkezel, egy jegyzett cégnél voltál, tudod, bejelentett alkalmazott, nem is egy neve nincs kis KFT-nél, hanem akint, ha kimondod a nevét, akkor így az emberek hallottak róla. Ez, amikor egy önéletrajzra rákerül ez a sor, hogy te ott letoltál 3 évet, abból az következik, hogy veled lehet együttműködni, rád lehet számítani, te meg fogsz jelenni a munkahelyeden a megfelelő állapotban, és el fogod végezni a munkádat. Amint kiveszed
magadat ebből a rendszerből, és lesz belőled egy ilyen házi feladatozó, messze home office-ozó valaki, eltelik 2-3 év, nehezen találsz vissza a munkavilágába, mert hát rákérdezünk, hogy és abban a 3 évben mi történt, és elmondod, és akkor meg kell kérdezzem, hogy és ki látta ezt, ki tanúsítja. Be se hívnak sok esetben. Igen, tehát feladsz, karriert csinálsz egyfelől, magadnak építesz valamit, de kiesel egy munkaerőpiaci pozícióból, amit az itthon maradott, az egyszerűen beelőz. És ha elmész oda messzire, ahol mondjuk olcsóbb az élet, ugye beváltod azt a zsetont, hogy az itthoni pénzből te ott jobban megélsz, rögtön kevesebbet fogsz dolgozni, hiszen ugyanarra a pénzre van szükséged, akkor elég lesz ide 4 óra is. Aztán a végén már úgy eltűnögetnek mondjuk az ügyfeleid, akik itthonról vagy még nyugatabbról elláttak, és egyszerűen egyszer csak egy olyan helyzetben találod magad, hogy hát akkor beállsz pultozni ott helyben, de akkor már a helyi pénzt keresed, és akkor már nincs a zsebedben az a pénz, hogy bármi akkor veszek egy repülőjegyet, és hazajövök. És onnantól kezdve igazán cool lehetsz azon a robogón, hiszen ugyanolyan kiszolgáltatott vagy földrajzilag, mint azok, akik oda születtek. De nem ezt értjük cool alatt. Hát értem, hogy nem. De az, tudod, az is érdekes, hogy én nagyon szeretem azt, hogy elmehetek a világ másik felére, és egy robogón olyannak érezhetem magam, akinek nem kell kitűnnie, aki úgy belesimul a környezetbe. De hát a bőrszíneddel sem simulsz bele, tehát valójában ez téged szolgál ki, az, aki az ugyanolyan robogón ott született, és egy mobiltelefon előlapkereskedése van, vagy egy palacsintázója, az annak azért azoknak a felének megvan rólad a véleménye, a másik fele pedig esetleg barátsággal viszonyul hozzád, de mindenképpen tart egy távolságot tőled erkölcsileg fölülről és anyagilag alulról. És hogyha a bőrszínen kívül, vagy ha a bőrszín miatt nem is ismernének föl, akkor azért egy jó ideig ez a digitális nomádkodás felismerhető volt, a folyamatos wifi keresésről, meg wifi vadászatról, tehát miközben szabad vagy, hozzá voltál kötve hotspotokhoz. Aha. Folyamatosan. Azt írja a hallgató. Tegyük hozzá, hogy akik 8 éven át sajnálkoztak meg lenéztek a home office miatt, tavasszal ők lettek a saját szemükben a legnagyobb hősök, és ez utóbbit, ahol tudták, a neten ki is írták. Digitális nomád, vagy hátizsákos startupper? Kérdezi az SMS író Bandilla. Én a startuphoz kapcsolom ezt a fogalmat, ami mára egy túlértékelt és romantizált fogalom lett. A sikeres startup példák mögött többször annyi kudarcos van. A sikertelen nomádok vajon beismernék, ha a választott életmódjuk nem váltaná be azokhoz fűzött reményeket? Kétlem, írja a hallgató. Szerintem érdemes beszélni arról, hogy ez a home office, ez mit okoz és mit eredményez. Az a SMS író így fogalmaz, home office egyenlő 24 órás elérhetőség. Na igen, ez megint egy súlyos probléma. Mint hogyha a home office egy új rabszolgaságnak a startpisztoly dördülése lenne. Ugye a home office előtti világ az úgy nézett ki, hogy van ugye 8 óra munkaidő, beérsz a munkahelyedre, nagyon rossz fejű munkahelyen vagy, akkor blokkolsz a blokkoló óránál, bemész, van egy órás ebédidőd, amit szintén szavatol neked a munkajog, ledolgozod a magad, nem tudom én, 8,5-9 óráját az ebédidőddel együtt, addig te cseszegethető vagy, addig te a főnököt prédálja vagy, valóban, de onnantól kezdve, hogy kifelé a blokkoló óránál blokkoltál újra, és elhagytad a munkahelyedet, onnantól kezdve az a te szabadidőd, és a főnököd legközelebb a munkaidőt kezdetén cseszegethet téged azzal, hogy végzed a munkádat. Csak hogy a home office előállított egy olyan helyzetet, hogy te 24 órán keresztül zaklatható, vegzálható vagy, 24 órán keresztül küldhetők neked a munkák, 24 órán keresztül pirítható rád, hogy te ezt mikor végzed el, vagy elvégezted-e már időre, mert hogy ugye egész nap szabad vagy, csak hogy ennek a következménye az, hogy egész nap a munkaidőd zajlik, hát tulajdonképpen megszűnt a munkaidő fogalma, és már a projektjeidet kell elvégezni. A munka mennyiséget kell, tehát a itt arról van szó, hogy el kell végezned a normát. Na most a munkaidő helyére a norma került, amely normát mennyi idő alatt végzel el? Annyi idő alatt, amennyi idő alatt akarod, tehát 24 óra alatt, ez pedig azt jelenti, hogy mostantól a munkaidőt 24 óra, és ezzel a főnököd garantáltan vissza is fog élni.
Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. Gyanúsan sok üzenetet kapunk ehhez a témához. Szerintem ugyanaz az ember küldi. Ez foglalkoztatja a hallgatókat, vagy talán a hallgatót. El lehet veszteni a munka és a szabadidő közti válaszvonalat. A hagyományos körülmények között megvan az az élmény, hogy a munka ott van, az itthon meg itt van. Igen, ez nagyon így van. Én a magam részéről arra biztatok mindenkit, hogy a home office keretei között is tartsák magukat a munkaidejükhöz. És kommunikálják ezt a főnökük felé, hogy attól még, hogy home office-ban dolgoznak, attól még továbbra is van munkaidő, ami ekkor és ekkor kezdődik, ekkor és ekkor végződik, ebben az időzónában lehet őket munkavégzésre felszólítani. Ezen kívül meg kéretik őket békén hagyni, az a szabad idejük. Ezt mondhatnám úgy is, hogy tartsák magukat a 40 órához. Ugye van ez a kötetlen munkaidő, vagy minek hívják, ahol nem arról van szó, hogy annyit dolgozol, amennyit akarsz, hanem hogy 40 órát, de azt te osztod be azon a héten. Ugye hajlamosak sok helyen azt mondani, hogy hát aki túlórázik, az nem osztotta be jól az idejét. Ez sem feltétlenül igaz. Azt gondolom, hogy ezt nagyon bántóan vágják olyan emberekhez, ahol hárman végzik 7 embernek a munkáját. Amire gondoltam még, az pedig az, hogy azért ez a home office gyakorlat, amit most mindannyian megkaptunk, ez az előszobája annak, hogy mindenki eldönthesse, úgy, hogy korábbi tapasztalata akár nem volt, hogy alkalmas volna-e egyébként csak házi feladat üzemmódban élni. Én 17 éve élek ebben az üzemmódban, és magam is meg vagyok lepődve, hogy az általános iskolai és gimnáziumi házi feladat nem csinálás, meg óra előtt összecsapás dacára, sőt, rüheltem felelni, azt most meg itt ülünk, rádiózunk. Tehát ez is egy érdekes fejlemény, de hogy mégis elvégzem a munkámat. Most próbálod kikompenzálni, hogy balansz meg legyen, ugye? Tehát, nem feleltél, vagy nem szerettél felelni? Nem szerettem most felelni, most felelek. Nem szerettem házi feladatot csinálni, most majdnem mióta dolgozom, 21 éve, most abból 17 éve én házi feladattal lassan foglalkozom. Egálom. Ja. Oszi, programozóként a kevésbé extravertált közegbe tartozom, ha bár alapjáraton hülyeségnek tartom a multik, megszokott hívjunk össze meetinget az utolsó kis fingügyért is, tapasztalatból mondom, amióta HO jelen van. Ez először azt gondoltam, hogy Horváth Oszkár, de home office jelentősen megnőtt a nettó munkaórák száma, amihez munkahelyen elég annyi, hogy oda sétálsz a másikhoz és megbeszélitek, az most egy online meeting annak mindenféle adminisztrációjával. Szerintem összességében a home office növekedésével nem nőtt meg a kummantással töltött órák száma. Én sem erre gondolom. Többen hivatkoznak. Én sem gondolom, sőt, ugye a disztrakcióktól hemzseg az otthonod. Ugye azt mondod, hogy mondjuk a munkahelyen, ahol viszonylag ingerszegény a közeg, leülsz, és egy ilyen 3 órás jól belemélyedős feladatot esetleg meg tudsz csinálni. Vagy minden otthon, inger arra víz, tehát hogy fókuszáltabb. Igen, és otthon meg ugyanennyi idő alatt 3-szor kész a mosógép, be lehet rakni egy mosogatógépet, csönget a futár, leszaladok, elfogyott a tejföld itt a sarkibolt, temérdek dologgal ránthatod le magad egy ilyen mély dolgozástól, amikor tényleg oda koncentrálsz, és nem csak 5 perc alatt tudod, átfutsz egy szerződést, vagy valami, hanem valamit tényleg beleteszed magad. Nekem az érdekes, hogy előtte, mielőtt bejött ez az egész őrület, itt tavasszal, előtte is ilyen flexitime-nak nevezett rugalmas munkaidőben dolgoztam, amivel gyakorlatilag belefért az is, hogy be sem megyek. A lényeg az elvégzett munka volt, és nem is a 40 óra. Sőt, nincs is túl óra, mint fogalom nálunk, legalábbis nálam nincs. Tehát gyakorlatilag ugyanezt tudtuk produkálni már, amit most muszáj. Ennek ellenére ugyanezt tapasztalom, amit az SMS író, hogy amint kötelezővé vált, úgymond, és mindenkinek, azóta az egész egy kicsit körülményesebb, egy kicsit lassabb, és több, a korábban kezdjük sokszor a napot, és kicsit tovább is tartanak. Elveszti azt a punk jellegét onnantól kezdve, hogy mindenki csinálhatja, neked meg kötelező. És tudod, nem változatosságot hoz az, hogy mondjuk heti 2 napot otthonról vagy, meg nem az extrát hozza, hanem ugyanúgy egy ilyen
monotonitást jelent, ha hétfőtől péntekig ugyanaz van a terítéken. Sőt, még monotonabb úgy, hogyha ki sem mozdulsz. Én mondjuk speciál nagyon, tehát én nem panaszkodom, abszolút nekem ez a felállás, meg az előző felállás is megért. Én Dél-Kelet-Ázsiában is úgy voltam annak idején a barátnőm, hogy mindkettőnknek kellett, úgy tudtunk 3 hetet lenni egy a tabban kint, hogy abból egy picit kellett dolgozni, nem sokat. Uh-huh. És kérdezték tőlünk egyébként, hogy miért nem úgy jöttek el, hogy egyáltalán neki, és mindkettőnknek ugyanaz volt a válasz, hogy nekünk elég rugalmas ahhoz a munkaidőnk általában is, hogy otthon is rugalmas maradjon, cserébe ezért megéri nekünk, hogy nem feltétlenül tudjuk akármikor a teljes 3 hetet is munkanélkül eltölteni. És ez egy ilyen megéri-e ez neked? Nekünk megérte, meg nekem is megérte. És most ugyanígy vagyok, hogy még az, hogy itt ülök, és nyilván itt ide kellett jönnöm 3-4-re mondjuk, az, hogy ezt megtehetem, tehát, hogy ennyire rugalmas a lehetőségeim, emellé nekem belefér, hogy akkor néha meg hosszabbak a napjaim, a melóval töltött órák száma több. Aha, vagy este visszakanyarodsz pontosan még rá. Pontosan. Ma, hát ez divikus. Nos, találtunk valamit. Hallgatóink néhány üzenete tátongó űr és hiányosság fölé emel hidat. Mi is mondhattuk volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ismertetjük a nap üzenetét. Szírja hallgató. Számomra a home office a védett alkalmazotti létből a szabad vállalkozói létbe vezető, most fennhangon vonzónak hirdetett út. Uh-huh. Mindenki a lehetőségét hangsúlyozza ennek az útnak, és senki sem a veszélyét. Tehát, hogy mindenki arról beszél, hogy a vállalkozói létállapot az egy magasabb rendű létállapot, és itt van neked a menekülő út, hogy előrelépj a nyomorult alkalmazotti létből a vállalkozói létbe, kvázi főnökké válj, mintha tehát tulajdonképpen így van ez kommunikálva, holott hát valójában egy sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülsz. Persze a reklámok, meg a marketing, meg a agitáció, az mindig a lehetőséget mutatja neked, soha nem a veszélyt. Tehát a túlpartot néz, ne lefelé nézzél, hogy mekkorát zuhanhatsz, hanem a túloldalt néz, ahová átjuthatsz. Uh-huh. Maga a vállalkozói lét lett túlpozícionálva már a 90-es évektől. Tehát egyrészt az, hogy mi viccesen vállalkozónak hívtuk a bűnözőket, az nem tett jót ennek a fogalomnak. Hát az, hogy valaki uzsorázik, meg kábítószerrel kereskedik, az nem egy vállalkozás. Nem tett egy vállalást, amit utána, tudod, amiben beleáll és teljesíti. És a másik dolog, ami ezen torzít, az a veretés, amit a vállalkozó előad, hogy hülye vagy, bejársz még dolgozni, blablabla, bla, bla, miközben nem hogy ugyanolyan problémákkal, hanem jóval nagyobb problémákkal kell szembenéznie. Az, aki fix bérezésért dolgozik, az biztonságot kap. Aki vállalkozóként dolgozik, megkapja a lehetőséget, hogy akár egy bankelnök fizetését leszakítsa egy hónapban, vagy többet, de lehet, hogy lesznek olyan hónapjai, amikor pedig semennyit. Neki kell gondoskodni a tartalékról, neki kell a biztonságot megteremtenie a bevételeiből. És neki nem 8 óra a munkanap. Nem 8 óra a munkanap, nem beszélve arról, hogy amíg te fizetést kaptál előtte, ha igazán vállalkozó vagy, és már másról is gondoskodsz, akkor te fizetést adsz. És ez azzal jár, hogy bizonyos helyzetekben, ha nem szalad úgy a szekér, akkor te egy hónapban annyi tartozást halmozol fel, ami másnak a hű de jónak tűnő fizetésének a kétszerese. És ha nem lépsz gyorsan, akkor hirtelen egy szépen eladósodott embernek a képében találod magad, és ha nem volt jó a vállalkozás, és visszaavászkodsz egy állandó munkahelyre, akkor majd egy évnyi béreddel fogsz tudod, úgy hagytad ott a vállalkozásodat, hogy egy évnyi munkabérednek megfelelő tartozást halmoztál fel, és azt ki kell fizetni. Nem így van ez, hogy bedöntünk cégeket, aztán azt ilyen egyszerű bedönteni. Az ember, amit vállalt szerződésben, vezetőként, akár ügyvezetőként, abból így nem lehet kihátrálni csak úgy, hogy ott hagyom, aztán majd nem foglalkozom vele. Nem csak a bűnözők tettek igazán rosszat ennek az egész fogalomnak, hogy igazán rombolták a fogalmat, a vállalkozó fogalmát, hanem a 2000-es években annyira megszaporodott, vagy talán már a 90-es években a sokan kényszerből, sokan maguktól önállóan alapítottak cégeket, hogy megjelentek ezek a Kovács és Anya Béték, és ezekben annyira sok lett, hogy a 6 millió ügyvezető országa voltunk kb. Egy időben, uh-huh. Úgyhogy szerintem ez is eléggé erodált a fogalmat magát. Emlékeztek az Amerikai szépségben a Lesterre, a főhősre, amikor
végez az amerikai álommal, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy kihullik, kizuhan az amerikai álom öleléséből, bemegy a gyorsétterembe, és közli, hogy a lehető legkisebb felelősséggel járó munkát kérem. Nem érdekel a bérezés. A lehető legkisebb felelősséggel, nyilvánvalóan az ehhez tartozó legkisebb bérért szeretnék dolgozni. Na most a helyzet az, hogy ennek a lehetőségét veszi el a home office. Meg ennek a lehetőségét veszi el az, hogy téged a munkavállalói státuszodból beletolnak egy vállalkozói státuszba. Oda rugdosnak téged az amerikai államhoz vezető útra, és nem engedik azt, hogy te azt mondjad, hogy köszönöm szépen, én nem szeretném, én nem kérem az ezzel járó felelősséget, nem akarok 8 óránál többet adni a sátánnak az életemből, vagy a névtelennek, az arctalannak, a személytelennek, a tőzsdének, a kapitalizmusnak, a GDP-nek, nem szánok többet napi 8 óránál, heti 5 napnál, nem szeretnék az életemmel fizetni a sikerért, az amerikai álomért, legyen az bármi édes, legyen az bármilyen csodálatos, várjon engem ennek az útnak a végén a reményteli úszómedencés villa, meg kabrió autó. Én ezt nem kérem, és inkább szeretnék egy olyan életet, amelyet komfortosan tudok élni, amelyben van időm magamra, amelyben van időm a szeretteimre. Sajnos az igazság az, hogy az amerikai álom megint kapott egy nagyon nagy löketet ettől, és minél több munkavállalónak lesz iparűzési engedélye, minél többen fognak maguk után adózni, minél többen képeznek kvázi alkalmazotti kvázi munka... Vállalkozói státuszt, és adják fel az alkalmazotti státuszukat, annál nagyobb eséllyel fognak kizuhanni annak a lehetőségéből, hogy ők maguk döntsék el, mennyi időt szánnak magukra, és mennyit a cégre. Felháborító, kérem, és nem sajnálatos, hogy itt kitolnak a gödöllői nézőkkel. Letetszett maradni a szulejmános részről, igaz? Csak úgy tehetik jóvá, ha megismétlik a 20 és 21. részt a Borostyán című olasz tévésorozatból. Tetszett észlelni esetleg valami mást is? Szemcsés volt, és sajnos még emberi hangot sem lehetett hallani, a képernyő volt szemcsésnak, nem a hang. Akkor tessék messzebb menni a rádiótól. Még messzebb. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Nem szolgálunk, formálunk. Nos, az önkényes mérvadóban a kezdetben a digitális nomád életmódról beszéltünk, aztán így picit cegről végről össze home office-oztuk ezt a digitális nomádkodást. Ugye? De hát ugyanaz. Igen, hogy végül is nézd, távmunka, amiről szó van, csak a digitális nomáddal együtt jár az, hogy elutazol 10.000 kilométerre. Elutazhatsz 10.000 kilométerre. Vagy elutazol, vagy nem. A digitális nomádnak nem muszáj utaznia, megteheti. Igen, mert kávézózhat, és ott is sik kidobni az almát. Más számítót, aztán ott veretni rá. Jó, de maga azért... Meg se kell instázni külön, ez nem csak látja. Nem csak, hogy az elutazással van összefonódva, hanem kifejezetten az ilyen egzotikus helyekre utazása. Tehát nagyon kevés digitális nomád van Albániában, szerintem magyarok közül. Tehát, hogy nem az a jellemző, meg az se jellemző, hogy Tedejre mennének, hanem inkább az, hogy az országot elhagyni, és egy kicsit ilyen egzotikusabb környezetet. De van az a turizmus, tudjuk jól, a katasztrófa turizmusnak még így a mesdjéjén innen, tudod, még nem a háborús övezetekbe mész, de azért már egy kicsit zoral helyre mész, jó, mint de... Albánia, tudod, és persze. Akkor onnan de azért nem az a, nem posztolod, az a... posztolod a fotóidat, és az menő, már ciki helyre mész, de ahogy egy igazán ciki helyre mész, az már tulajdonképpen menő, ahogyan a szigeten kimenni Uhrin Benedek koncertre, vagy Korda György és Balázs Klári koncertjén ugrálni, az megint jó, menő, de pedig hát nem menő. Hónapokra, vagy akár évekre dolgozni menni, nem az az irány. Szerintem még továbbra is inkább ez a pálmafás sztoria. Igazából a digitális nomád mellé mindig ott van a pálmafa valahogy. Ez egy elég össze van fonódva. De ott van mellette a laptop is, tehát ha te eleve szörfedzőnek mész el, vagy pultozni tudod, vagy egy buli helyen dolgozol, vagy animátor vagy egy szállodában is, ha a turisták gyerekeire vigyázol, és őket túráztatod, akkor meg már nem vagy digitális. Egyébként, hanem csak egyszerűen elmentél egy kellemesebb helyre dolgozni, de akkor az ottani bérezést kapod, nyilván a nyelvtudásoddal és a bőrszíneddel megnövelt ottani bért. Igen, de ez se törvényszerű. Mert nem kell, hogy digitális nomád legyél, attól még otthon kiadhatsz egy-két lakást, Airbnb-ztethetsz másik egy-két lakást, és odakint,
a, előtte vehetsz egy-két lakást. Önfeledten éldegélhetsz, nem kell számítógép hozzá, egyáltalán nem kell odakint munkát végezned, kapod az utalást havonta, és abból élsz, és nem kell a kinti pultozásodból fenntartanod magad. De ki a fenének van 3-4 lakása, aki ezt itt nem örökölte meg? Ez nem úgy van, hogy összedolgozol 3-4 lakást. Tehát az, ahhoz elég van, hogy, keményen nem, kell keresni. Van, hogy 10-15 év alatt az ember össze tud rakni egy olyan egzisztenciát, hogy utána azt mondta, hogy oké, akkor én lementem a térképről, és speciál itthon hagytam a számítógépemet. Nem dolgozni mentem le a térképről, hanem éldegélni abból a pénzből, amit itthon a tőkém termel. Igen, egy akár ezt mondjuk 2 lakásból is össze lehet hozni pár évig, és 3-ból lehet, hogy tartósan. Tehát aki tényleg olyan szinten rákoncentrált 20-tól 40 éves koráig, hogy ugye nem szaporodott, nem tart fenn egy családot, nem eteti a szüleit, nem borított magára egy korábbi adósságot, hanem ténylegesen fókuszálva, iszonyatos mértékben dolgozik, és alig vesz ki belőle valamit, amely életmóddal én nem tudok azonosulni, mert mi van, ha pont 37 évesen üt el egy busz, amikor már másnap mentél volna mulatozni az elmúlt 17-20 év munkádból, de aki tényleg ennyire rákoncentrál, ráadásul azért elég jó munkába csúszik bele, nem tagadom, hogy összejöhet, sőt, hát egy-két barátomon látom, hogy azért ez így ment is. Nem beszélve arról, hogy ez egyébként tök érdekes, hogy ebbe az ingatlan vásárlósdiba ugye a magyar átlagember úgy van benne, hogy hát azért csak legyen egy saját lakásom, amit aztán majd nem vehetnek el tőlem. Csak azt nem vizsgálod, hogy akár amikor elkezdesz törleszteni egy lakást és kiadod, akkor törleszhetnél egy másikat is és kiadhatnád, amennyiben össze tudnád szedni a következő kezdő részletet, és amennyiben annak a részleteire is kapnál hitelt. Tehát viszonylag magas, legális jövedelemmel kell rendelkezned. Viszont nem várhatod meg, hogy az előzőt kifizesd, mert 55 évesen, 60 évesen már nem fognak kapkodni utánad a bankok, hogy akkor kezdj el egy 15-20 éves hiteltörlesztést. Valóban ahhoz, hogy te ilyen burzsújként és tőkésként pihenhess a 45 éves korod után valahol a világ másik felén, ahhoz 25-30 évesen kell észnél lenned, és tudomásul venni, hogy 3-4 lakáshitelt kell kipörgetned egyszerre, hogy olyan 50 éves korod legyen, amiben nem szól bele a magyar nyugdíjrendszer, és nem szól bele egy munkáltató. Azért ez nagyon luxi, ha ezt össze tudja valaki magának nulláról rakni. Az én Insta szafariaim alapján azt kell viszont mondjam, hogy ez azért ritka, hogy ez a modell áll fönt, hogy valakinek itthon ingatlanjai vannak. Olyannal találkoztam, hogy szoftverfejlesztésként, és az itthoni lakás közben kiadva, ilyen, de az, hogy ingatlan gyűjtemény birtokában kezdeni bele ebbe, azzal nem nagyon. Tehát biztos van, csak szerintem nem ez a gyakori. És nem, ez nem most a megugorható. Tehát igen. Amíg mondjuk egy átlagos lakás, most nem akarok valódi számokat mondani, csak éreztetni szeretném, hogy mi a helyzet. Mondjuk, hogy 15 millió forint volt 5 évvel ezelőtt, most egy átlagos lakás 32 millió forint. Miközben az a pénz, amihez munkával hozzájutsz, az nem duplázódott meg ilyen mértékben. Lehet, hogy az elmúlt 15 évben... A duplázódás az pont a mérték egyébként. Szereted az ilyeneket mondani. Ja, jó, oké, világos, hogy mit mondasz, de érted, egy örökölt lakást, vagy egy meglévő kifizetett lakást egy másik lakásra cserélni most, az értékében mind a kettő emelkedett, ez rendben van, de a munkádat lakásra cserélni most sokkal több munkádba kerül, mint 10 évvel ezelőtt a munkádat egy lakásra cserélni. Olyan SMS-t kaptunk, hogy instant katarzis, a kis szőrszálak a hátamon az égnek meredtek, és hideg futkos végig rajtam. Így hangzik. A home office-os vállalkozó a megkeresett pénzből saját börtönét rendezi be a luxus lakása, sportautója, a drága telefonja által. Az így kialakult frusztrációt pedig úgy próbálja ellensúlyozni, hogy más embereket a folyamatos szerepjátékkal és börtönének luxussal való bevonásával ingerli. Korrekt. Hát, és ezt, egyébként ez az ingerlős dolog a digitális nomád kategóriában is felmerülhet, tehát, hogy van-e és szerintem előfordulhat, hogy van olyan Dél-Kelet-Ázsiában kempelő honfitársunk, akinek van egy ilyen kis, amit az elején is beszéltünk, hogy kicsit azért nem ez a poszt most nem arról szól, hogy mennyire jó itt nekem, hanem hogy mennyire jó
legyen, vagy ilyen jól nézzen ki nektek, hogy itt nekem milyen jó. Tehát, hogy érted? Mm-hmm. Tehát ez is de egy mindenkiben benne van egy kis kirakat, tudod, hogy az az érdekes, hogy elvileg a magyar ez embernek a folklórját a panaszkodásban határoztuk meg. Ugye egy idősödő embertől csak azt ne kérdeznek, hogy hogy van, mert akkor 30 órán keresztül ő el fogja mondani. Mégis az anyagi helyzetedet azt úgy állítod be kifelé, hogy mennyire fain. Holott, amikor meg jönnek az olyan mémek, hogy a fizetésnapon veretés van, a második héten, mit tudom én, moderált jó mód, a harmadik héten meg már tésztát főzöl, ezt a mémet mindenki érti érdekes módon, akkor hogy akkor olyan, tényleg olyan fain a helyzet? Én azt hiszem, hogy ez is a posztmodern polarizációnak lett alárendelve. Ez a posztmodern szellem, ez a két szélső értéket erősíti, és mindent, ami közte van, azt meg mi annak az érvényét elvitatja, azt elérvényteleníti, az középen képződik egy vákum, a két szélen meg felgyűlik minden. És ez a panaszkodás, siránkozás, illetve a veretés. Ez mind a kettő annyira viszonyogtató, annyira visszataszító, hogy ha te posztolsz valamit, akkor azt azért posztolod, hogy vagy áldozati krediteket gyűjtsél, hogy ezekre hivatkozva egyszer majd kérhess valamit, és hogy ezekre hivatkozva előjogokat, igen, hogy véletlenül se kérjenek tőled kölcsön, és hogy előjogokat gyűjtsél, előjogokra tegyél szert ennek révén, mondván, hogy te neked ezek járnak. Tulajdonképpen a Black Lives Matternek ilyesmi a rabszolgaság. A rabszolgaságra való hivatkozás az a jelenkor feketéinek előjogok reményében való áldozati pózoltatása. Ez a BLM. És hogy ez már de betört azért, a politikában de nem, is. Nem azért csináltatták, ugye? Melyiket? Merőleg ők ezt sok száz éven át, nem, hogy majd egyszer nagyon nem, jól esett. Nem, most csak azért hivatkoznak tudom, rá, hogy a latinók nem voltak rabszolgák, ugye? Az indiánok nem voltak rabszolgák. A írek, zsidók, Amerikában nem voltak, Amerikában, Egyesült Államokban nem voltak rabszolgák. Tehát ezeknek az etnikumoknak kevesebb járjon most, mint a feketéknek, akiknek a múltja terhelt ezzel a rabszolgasággal, tehát most nekik ezért jár vissza valami. Ugye, és ez az egyik véglet, ez a teljes áldozatiság, és az áldozatiságnak ez a kultusza. A másik véglet meg az, hogy igen, nekem sikerült, én megcsináltam, és itt van a kokaincsík, és itt van az úszómedence, és itt van a villa, és itt van a kabrió sportautó, és itt vannak a prostik, és itt van ez, menő, ez akkor... az élet, ha ez az menő, élet, akkor... én vittem valamire, én megcsináltam, tudod? És ez a két véglet az, ami ezzel érdemes veretni, mert az egyikre hivatkozva áldozati kreditek, a másikra hivatkozva, meg a sikernek az igazolása, az önigazolása az, ami felhajtható kulturális térben. Oszi azért rátapintott szerintem az előbb valamire, hogy van egy olyan alapemberi ösztön, ami talán azért nem ennyire elítélendő, hogy ami kicsiben is megjelenik, hogy szeretnéd, hogy mások azért lássák, és nem feltétlenül azért, nem feltétlenül ez a negatív mozgatórugója van. Mondok egy példát, hogy ilyen amatőr szintű sportolásnál, szörfözésnél ez ilyen tipikus érzés, hogy elkaptál egy jó hullámot, az irgalmatlanul tudsz neki örülni, és hogyha észrevették ezt a kis társaid a környéken, és látták, és közben örülnek, akkor valahogy még sokkal jobb. És igen, azért, mert ők látták, hogy átérték együtt veled. Hogyha, és erre mondják, hogy elkaptál egy jó hullámot, az nagyon jó, látták, az fasza, de hogyha egy fotó is készült róla, akkor az a legjobb. Na igen, de tudod, csak arról ne csinálj fotót, és ne posztold, ahogyan élsz. Amilyenek a hétköznapjaid. Mert az ugye unalmas, az senkit nem érdekel. Még akkor se, ha nagyon-nagyon jól élsz, hiszen az a te számodra, a te szubjektív nézőpontodból az a középérték. Na de milyen? Vagy egy kölcsönautó előtt kell vagizni, vagy valaki más autója elé kell, akinek még faszább autója van, mint neked, az elé kell beállni, pózolni. Vagy a menet szájára kell a kokaincsíkot, és akkor... Igen, ahogyan Schauberték csinálják, tudod, vagy pedig akkor a siránkozni kell, hogy úristen, tönkrementünk, úristen, segítsetek. Jaj, mert hogy valójában ez a kettő az, ami instát ér, ami posztolást ér, és minden más, ami a kettő között van, ami pedig a valóságra emlékeztet, az csak a valóság. Ugyan miért is veretnéd azzal? Vagy pedig csináld úgy, hogy az a humble brag, hogy az angol mondja, és a Bence barátunk pancegésnek fordította ezt le, amikor egy olyan sztoriba foglalod bele a hencegésedet, ami igazából panaszkodásnak tűnik, tehát, aha, hogy egyszerűen már meg megint
Bécsig kell menni a gumit cserélni, a téli gumit lecserélni, mert Lambón nem cserélnek egyszerűen a környéken. A panaszkodás igen, volt. Igen, igen, hogy egy napon elmegy a gumit cserére. Az valójában veretés, persze, csak a legirritálóbb fajta, pontosan. Amelyik a, tudod, még a másik három Lambó tulajdonossal így összesiránkozik. Hogy hát Bécsig kell menni, tudod. Hol vannak azok a szép napok, amikor az olasz hintót még javították itt Kocson, vagy nem tudom. Azzal kapcsolatban, hogy csak a hétköznapot kinek kerüljön Instára, mert az nem ér elég instázási értékkel, azért ide az kapcsolódik, hogy a Dél-Kelet-Ázsiában folytatott, vagy Dél-Olaszországban folytatott ilyen digitális nomád életnél pont, hogy a hétköznappal történik a veretés. Tehát van egy ilyen eszköz itt, hogy én azt fotózom le, ahogy éppen dolgozom, mert az olyan menő, nem pedig azt, hogy meghívtak egy estére, mert az meg itt nincs, mondjuk. Egyébként azért ezt nehéz kikerülni, én amikor melózgattam ilyen helyen, és előfordult többször, én nem ilyen hosszabb távokat, én ilyen úgy csináltam, mint a maratont, hogy 3 kilométert tudok belőle futni, de azt így szinte stabilan. Elosztod. Hát igen, tehát nem is kell nekem belőle több, tehát 3 heteket voltam ilyen helyeken, és akkor így én is, nekem is kellett ott számítózgatnom. Én is csináltam fotót a lábam, a medence meg trópusi növény háttérrel, annyi, hogy nem raktam ki publikusan, de azért a kis környezetem, a legszűkebb környezetemnek is csoportba vagy cseten, én is elküldözgettem. Ezt nehéz megúszni. Ha nektek sikerült, akkor respekt. A Robinak de... általában sikerül, én nem is törekszem rá, hogy ezt így megtartsam magamnak. Van még egy-két kockázat, amit én itt érzek ebben a kiszabadulásban a digitális nomád térben, és ez pedig az volna, hogy képzeljétek el mondjuk azt, ahogy a nyári szünetet megéltétek 10 évesen, 16 évesen, 18 évesen. Nem tűnt úgy, hogy egyre rövidebbek a nyarak? Hogy egyre gyorsabban vége van a szünidőnek? De hát az úgy is volt. És milyen volt utána visszamenni suliba? Vagy voltatok-e már 3 hétig mondjuk szabadságon? Ugye 1 hét szabadság alatt igazából le se jössz annyira az életedről, nem olyan nagy érvágás utána visszamenni és megcsinálni az első hétfőt. Milyen 1 hónap szabadság után, és milyen 3 hónap szabadság után visszamenni a munkába? Mennyire büdös, hogy mennyire demoralizáló az, hogy újra vissza kell illeszkedned. De most képzeld azt el, hogy 2 év pálmafákkal és tengervízzel mosott munkakörülmény után jön az, hogy elfogytak a nyugati ügyfelek, nem termeli ki az ottani életedet, te nem akarsz ott keresni egy ottani állást, ottani fizetésért, és szépen hazaszállingózol. Micsoda, de mennyire demoralizáló az, hogy megérkezel, és akkor jelentkezel a blokkoló kártyáddal, vagy a belépő kártyáddal, hogy hát vagy akkor jöttem vissza csinálni az azt, amit mindenki más. Hogy más arckifejezésekkel találkozol a busz megállóban, ahol amúgy meg fázol is. Lehet. Olyan, aki depresszióra hajlamos, abban szerintem ez a visszatagozódás abba az életben, amit a legtöbben élünk, az felérhet egy ilyen lelki katasztrófa helyzettel is. Ahogyan az élet virtualizálódik, és a home office megfosztja a munkavállalókat a kollégáiktól, és a kollegialitásuktól, meg ugye attól a szociális közektől, amiben jelen vannak, és hozzá láncolja őket a munkához, de már csak a munkához, mert a munka is virtualizálódik, nem a munkahelyen van, hanem a munka végzésben van, a végzés bárhol elvégezhető, ennek megfelelően szeparálódsz, ennek megfelelően elszigetelődsz. Ha belegondolsz abba, hogy akkor, amikor még nem lehetett telefonálni, hanem meg kellett beszélni a múlt héten, amikor találkoztatok, a következő találkozót a jövő hétre, és oda kellett menni. Abban a találkozásban mennyivel több volt, mennyivel nagyobb élmény és érvény volt leszüretelhető abban a találkozásban, amit nem lehetett 8 gomb megnyomásával és egy telefonbeszélgetéssel kiváltani. Kevésbé késtél el, az biztos. Hát még amikor telefonáltunk, már nem volt ekkora élmény, de még mindig hallottuk egymás hangját, még mindig mindkettőnknek egy telefonkészülék mellett kellett lennünk, mert még nem volt mobil, még mindig egy csomót be kellett fektetnünk abba a találkozásba, be kellett fektetnünk abba a kapcsolatba, tehát sokkal többet tudtunk kivenni belőle. Most a csetelés korában, amikor már mindenkinek a kényelmi igényeihez igazodik a kommunikáció, vajon
képesek vagyunk megtölteni azzal a tartalommal az emberi kapcsolatainkat, amivel akkor tudtuk, amikor még találkoznunk kellett, amikor még el kellett menni otthonról, vagy amikor még telefonálni kellett egymásnak? Szerintem azzal, hogy social médián keresztül, ha nem is a heti sok órás előre megbeszélt tartalmas találkozót végzett, de napi szinten foglalkozhatsz a másikkal, ez egy másmilyen törődésnek a meleg ágya és lehetősége, nem feltétlenül valaminek a tönkretevője, plusz azáltal, hogy online, akár cseten, akár egy digitális hívással, akár egy automatizmussal, vagy egy ügyfélkapu akármivel el tudsz intézni bizonyos dolgokat, ezzel a találkozó esetére egy fontosabb dolgot teszel félre. Tudod, nem az van, hogy na akkor add ide a postai csekkeket, én holnap beviszem, és ezért találkoztunk, hanem így a találkozásnak egy ténylegesen szükséges és értelmes tartalma lehet. Csak hogy emiatt, a sallangot elintézted digitálisan. Csak hogy emiatt, aztán egy csomószor el is marad. Említetted a postát, és az előbb Robi-ra akartam mondani, hogy amikor a telefonálós, a vezetékes telefonálós korszak volt a 90-es évek, akkor nekem a postára kellett mennem, mert a posta előtt volt a fülke, ugyanis 96 augusztusáig nem volt otthon vezetékes telefonunk, és igazából 2000-ben meg már mobilom is lett. Tehát, hogy nekem nagyon rövid volt ez az időszak, amíg az vezetékes... otthoni telefon nem tudtad igazán nem. kiélni. De az, hogy a postához elmenni, az viszont éveken át volt így nekem. Ha én telefonálni akartam valakinek, elsétáltam a postára, bedobtam a 20-asokat, és a digitális nomádkodás olyan a turizmusnak, írja a hallgató, mint a romkocsma a vendéglátóipari egységek között. Idézőjelbe tett nélkülözés, laptoppal a kezedben. De szép. Hipsterség. Így, nagyon jó. De én teljesen egyetértek. Sőt, tehát én valahogy én bele vagyok szeretve ebbe mégiscsak. Tehát a nyugati pénzt keleten elkölteni az egy nagyon okos kis gondolat. Csak mindig érzem benne, sőt, van benne ez az elég kultúrája is. Tudod, hogy nem kéred a luxusautót, meg az ilyen panorámás lakást, meg az akármit, hanem köszönöm, elég és annyi, igazán... ami látszólag ugyanannyi, mint amennyi a helyieknek jutott. De mégis, ha valaki ide megidézi azt, hogy a tücsök egész nyáron hegedült, a hangya pedig szorgalmasan dolgozott, akkor ennek a nyaralóhelyen töltött munkaéveknek megvan a fenyegető árnya, ami hozzá tartozik, kivéve, ha egész életedben nyár maradt. Tehát ha te onnan soha nem jössz haza, akkor hegedülhetsz, és folytathatod ezt, amikor haza kell egy ilyenből települni, akkor váltod be ennek a kockázatát fenyegetésre. Azt írja a hallgató, kedvenc mai napi beszólás, amit hallottam, 2000 forint egy literes termosz. Jó, hogy lehet kapni. Nekem szegény kisnyugdíjas vállalkozónak nagyon sok. Kisnyugdíjas vállalkozónak. Ez azt jelenti, hogy vállalkozó voltam, és kisnyugdíjas lett belőle? Vagy azt jelenti, hogy vállalkozó vagyok, ha veretni akarok vele, kisnyugdíjas, hogyha szánalmat kelteni akarok általa. Nagyon úgy tűnik, hogy itt a veretés és a panaszkodás az a két erő, amivel megpróbáljuk a környezetünket kialakítani. Igen, az a véső, meg a csiszoló papír. Csak egyszerre nem kéne a gázt meg a féket nyomni, mert az szétégeti a kuplunk tárcsát. Sziasztok! Az is egy megfigyelhető jelenség, amikor valaki azzal vagizik, hogy éppen dolgozik. Kiposztolva ezt mindenféle csatornán és módon. Van ebben valami mélységesen kádári. Nem baj, ha nincs egészség, csak munka legyen. Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Norosza, Aj, Papa, Varua, Pachikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. A hallgatók nem látták sajnos, de ahogy a Live Aid felvétele körülbelül úgy nézett ki a stúdió, itt a fülesekkel és a szöveggel a kezünkben mi is követtük a alábbi szerzeményt. Ennyit szerettem volna csak oszi, hogy ezt meg Momótól hallhattátok. Igen. A Zöld Verseny Bringa című slágert, és hát itt a hallgatók segítségét kérem a 0630-011-0725-ös SMS számunkon. Hol szerepelt ez a magyar televíziózásban? Nekem rémlik valamilyen pop-rock fesztivál a 89-91 közötti érából, de elképzelhető, hogy ugyanarról ez a korai megasztár... Ki mit tud lehet szó, vagy akár az a műsor, amiben az AD stúdió feltűnt, vagy talán nyert is.
hú, a Robinak az arcán most az egy ilyen 30 éves démon taposott a grimaszába. Nem tudom, most végig söpört az agyamon a csepülapú gondyola, meg a Gesztinek volt valami műsor. Ász. Onnan is származtatható talán ez. De lett videóklipje is aztán. Lehet. És ez kérdés, hogy több változat van ebből, tudja valaki? Mert én nekem még gyorsabbra émlik a fejemben, bár nehezen tudom elképzelni, hogy több változat készült, de annyira furcsa így sok év után. Én is jobbra emlékeztem, ugyanakkor itt hallom a produceri munkában, hogy bár nincs jól megkeverve, azért egy ilyen elég komoly szaxofon szóló, meg egy Bobby Brown-os nyitás. Igen, vagy akár ilyen Paul Abdul alatt szóltak ilyen ritmusok, és arra nem emlékeztem, hogy ennyire szarul énekelt a kis ki ez a Momo? Momo. Nem tudom, de a nevével, ha belegondolsz, nagyon sok minden alól fölmenti magát rögtön. Igen, Momóval nem úgy bánunk, mint egy teljes értékű felnőttel. Egy Bruce Springsteen mellé. Igen. 9-10-11 éves kisrácról volt szó, és de jó, hogy Momo néven ment, mert most így nem inkább tudjuk 12. azonosítani. Azért utólag elég szépen magára rántaná. De várjál, ő nem lett később ilyen gyerekszínész, meg kamasszínész, nem ő nem volt? Csodálkoznánk. Nem csodálkoznánk, mert az ilyen számokhoz, meg ezekhez a produkciókhoz nagy részt hozzátartozott mindenféle lehetőség a nyilvánosságban. Tehát az még az a korszak volt, amikor, hogyha a filmgyárban vagy a magyar televízióban volt egy apukád, akkor nagyjából te rólad szólt a kulturális élet. Te voltál az édes kisgyerek, akit mindenféle filmekbe... Színetárdóra. Te voltál a színetárdóra. Vagy Geszti Péter. Hát Geszti Péter maga is ilyen volt. Igen. Na, azt állítja itt a verzében, hogy ha már a videó az nem nagy szám, tehát itt be is lőttük, hogy akkor 89 után lehetünk valahol, de azért nagy szám volt. Hogy ne lett volna nagy szám a videó? A mai napig, na jó, talán ma már nem, de még 10 évvel ezelőtt az, hogy te, mint fogyasztó a reklámozás világában A-s, A+-os, B-s, akárki vagy, azt az alapján határozták meg, hogy mi az a 10-15 kulcs műszaki cikk, amivel rendelkeztek otthon, vagy nem, és a videó keményen ott volt köztem. 30 évvel ezelőtt a felső 0,5% így belevágja az alsó 99,5%-nak az arcába, hogy már a videó az nem nagy szám. Nálatok, apukám, nem nagy szám, mert nálatok már van 6 éve. De a magyar tömegek a rendszerváltáskor még nem rendelkeztek ezzel. Tuti jártak dollárboltba is. És amikor kimentek Bécsbe, onnan is gorenje hűtőt hoztak, nem videót hoztak, hanem gorenje hűtőt hoztak, hogy az akkori referenciák mentén az volt akkor az, ami itthon hiányzott, amit nem tudtunk megszerezni, amit óhajtottunk, és a videózás úgy általában úgy nagyjából a 90-es évek derekára lett úgy komilfó. Volt videómozi, volt videókölcsönzés, és nem csak kazetta, úgy értem, hanem az eszköz. Tehát lehetett kibérelni hétvégére videó lejátszót. Mert már a TK-snak is egyértelmű volt, hogy nem mindenkinek van feltétlenül még készüléke. Talán kevesebb volt TK, a sok másolt kazetta miatt már megérte, azok a kalóz felvételek miatt már megérte eszközöket bérbe adni. Ja, rendkívül irritáló a szociális uszítás, de hiba lenne kiemelni, mert hogy annyira kínos az egész szám, annak minden sora annyira kellemetlen, rímeket nyomokban is alig tartalmaz. Olyan rímek vannak itt, mint a szám rímer arra, hogy lát. A Momo írta... Az előtted, az rímel arra, hogy szívemet. Nem feltétlenül, egy szabad vers az a része. Fogam rá, haiku. Legdrágább. Hol van még őrültség? Na ez még viszonylag klappol. Elfelejtsed a szívemet. Ez egy rím, szerintük. Továbbá itt van a pusztító negyedik verze, ahol a rímpár így néz ki, hogy neked, nekem, neked, nekem. Aha. Hát ez tökéletes. Ez abszolút. Csak rohadt igénytelen. Az rímele arra, hogy Nádi poszálta. Ez már azért van, aki megénekelte. És azért, ha nem Momo írta, akkor nagyon szívesen beszállok ebbe a dagonyába, vagy vigyük földre ezt a szerencsétlent, aki ezt írta, és lábbal folytogatás céljából, de hogyha Momo írta, akkor viszont... Akkor viszont de cuki! Így van, hát ne viccelj, a farsangra készült vele, és ehhez képest mi is itt beszélünk róla a 20-valány év múlva. Tehát, hogy azért... Na jó, de ez olyan,
olyan, mint amikor karácsonyra saját készítési ajándékot kapsz. Tudod, nem megvették neked, hanem hajtogatták, vágták, ragasztóval ragasztották, és amikor kézbe veszed, akkor azt mondod, hogy jaj, de jó, köszönöm szépen, ügyes. Milyen aranyos vagy. Nem azt mondod, hogy úristen, ezzel most mit kezdje? Itt már meséltem a legszebb saját készítési ajándékot, amit az Oszitól kaptam. Nem tudom. Amikor a kórházban meglátogattál, szerintem már meséltem itt is. Gyorsan esünk túl. Meséltem. Annyi, hozott, azt mondta, hogy olyan dolgokat szeret hozni ajándékba, amit mások nem is tényleg így tett. Hozott egy Rubik kockát, jeget termoszban, ami tényleg nem volt a kórházban, illetve egy kinyomtatott weboldalt, aminek sok értelme van, gondolhatjátok, és egy lehetőséget, hogy a telefonomat elviszi a városban egy körre, ugyanis eléggé ágyhoz voltam kötve, és a randi applikáció sokkal nagyobb eséllyel gyűjt potenciális lehetőségeket, hogyha mozogsz, mint hogyha egy eléggé egy szűk kör által látogatott szobában fekszel. Úgyhogy ez azt hiszem a kézzel készített ajándékokkal egyenértékű, és nagyon szép ajándék volt. Jó, hát azért a technikai hármasomat nem vittem bele. Tehát éreztem némi önkritikát, hogy nem kifűrészelek egy teherautót. Menjünk tovább a zeneszámban. Azt állítja, hogy ugyan kiesik hasra, hogyha a gördeszkát lát. Amire én pedálozok most, az egy csúcs szuper járgány, tovább nem titkolom előtted, miért fájdítom a szívemet, vagy miután fáj a szívem. Hú, tehát arról van szó, hogy ő a csúcs szuper járgányra pedálozik, és akkor ez a tréfa tárgya, hogy ő pedálozik, egy csúcs szuper járgány, kvázi a pedálozás, az itt a kerékpározásnak, meg az óhajtásnak. Ja, igen, nagyon ügyes. És ugye azt emeli ki... Jutalom reményében jól viselkedésnek a metaforája. És azt emeli ki, hogy egy zöld versenybrigád. Mm-hmm. Biztosan érti, hogy mire való a bicikli, vagy hogy miért jó az. Szerintem postás szeretne lenni, de gyors. Gyors postás. A hasesés hasonló szerintem céllal került bele, vagy hasonlóan megválasztott kifejezés, mint a pedálozás. Tehát, hogy a gördeszkáról azért könnyű leesni, és hoppá, kiesik hanyat, hogyha egy gördesz, vagy hasra. És a videón pedig lehet egy nagy számot nézni. Oké. Gyengül. Folytathatjuk. Gyengül, de szerintem a hasraesés még megállta. A refrén újra és újra azzal traktál bennünket, hogy egy zöld versenybringa, amire Momónak még fáj a foga. Apu, hogy ne okozzak problémát, jó lesz a legdrágább. Ugye? Megint belemászik az arcunkba. Itt így megcsípi az apukájának az arcát, hogy ez a... megvan ez, amikor így a nagymama, na mi van a lányokkal, mikor lesz unoka, jók a jegyeik, jó csaj az óvó néni, amikor így szétszakálnak ezzel, na ő ezt csinálja a felmenőjével, aki a világra hozta, Zéko produkcióban, és így jól megöklözi apukát, hogy fatereleget melózol egyébként, amíg én az iskolában focizgatok, meg ücsörgök, meg rágót nyomok a padnak az aljára, mert jó lenne egy versenybringát produkálnál, és hát nem is a legolcsóbban kérem megúszni ezt. Mindez fricskával, hogy ő nem akar problémát okozni hogy a választásban, nem, ezért egyszerű. Itt az új gazdag kisgyerek a ország teljes lakosságának gyerekek felnőttek arcába mászik ezzel, és demonstrálja azt, hogy ő náluk a rózsadombon hogy megy ez. Van ennek egy ilyen... Ne okozzak problémát, jó lesz a legdrágább. Én tudom, hogy ez gond választani. Vedd a legdrágábbat, tudod? Aha. Vedd a legdrágábbat, mert ennyire szeretsz, mert mi megérdemeljük, mert mi megtehetjük, mert ez a mi életmódunkból, a mi státuszunkból fakad, apu. Van egy ilyen Rich Kids of Instagram account, vagy, igen, vagy csodálatos, gyűjtés, ahol tudod, ilyen 16-18 éves gyerekek átülnek a sárga lambóból a pirosba, mert hogy az a jobban megy a másik lépőjükhöz. És akkor ezt neked, nézd, valahol ennyire távoli veretést már szórakoztató nézni, hiszen nem valami olyat csavart ki a kezemből, amit esélyem lenne valaha is átélni. Mégis a pofádba mászik. Ezt a 91-nek a Magyarországán nagyjából így tudjuk elképzelni, hogy egy jó drága versenybringa, amit a fatertól követelhetek. Ezek szerint van egy olyan nexusom a faterral, aki már elkapatott annyira, hogy egy ajándéknak a típusra az ár színvonala, az egy követelésként. De hogy a legdrágább, tudod? Tehát, hogy valójában nem azt mondja, hogy 12 sebességeset szeretnék. Valójában nem azt mondja, hogy ilyen és ilyen típusút szeretnék. Valójában jó eséllyel fogalma sincs arról, hogy hány sebességes a bicaj, hogy milyen típusok kaphatók. Ő ráhagyatkozik, tudod, a
piacra. A legdrágábbat kérem, apu, hiszen megtanultam, hogy a legdrágább a legjobb. De még egy márkával sem beszélték tele a fejét, hogy ott verje az asztalt, hogy ő olyan, mit tudom én... Neki nem jó a Csepel. Turiszt. Aha, hogy neki az ára fontos. Mindegy, hogy melyik márka. Ott még nem tartok kulturálisan, hogy márka süttyó legyek, csak ott tartok, hogy forint süttyó vagyok. Viszont a szerénységet én látom mégis benne, hogy nem BMX-et kért, amiből még az alacsonyabb árkategóriás is valószínűleg minimum olyan drága volt akkoriban, mint egy versenybicaj. Tehát azért... én sem tudtam összerakni, pláne itt a deszkázást említi, ugye? Amire egy szegről végről ugye egy ilyen a hogy mondjam, a hip-hop univerzumba tagozódik ez per a grafitizés, deszkázás, BMX-ezés akármi, és milyen érdekes, hogy ő nem az extrém sportok szerelmese, abban az évben, amikor nekem éppen tök az volt, hogy én BMX-re gyűjtöttem, vagy tudnánk, az volt a cirkusz, hogy ha a felét össze tudom gyűjteni, akkor a másik felét kifizetik, és akkor úgy lett BMX-em, de az a kontrás fajta, hogy így belülről az egy Csepel bicikli volt, kívülről BMX. Én azt gondolom, hogy itt is az lehet mögött, amit én az összes ilyen dalszövegelemzésnél mindig így mantrázok, hogy a szótagszám így jött ki jobban, hogy versenybringa. Tehát egyszerűen a BMX-el nehezebb. Nem, de zöld versenybringa, nem tudtak egy olyan szint, ami több szótag, és akkor csak sima bringa? Nagycsága BMX! Nézd, a karácsony az hol van még? Hóban biciklizni őrültség! Mondja az apja, nem? Nem! Ezt a kölyök mondja. Persze, hogy ne várjunk már karácsonyig. Ezt a kölyök mondja, hogy miért akar ő alkalom nélkül legdrágább biciklit kapni. Nem a karácsonyra kéri, hanem alkalom nélkül. A cipőidbe reggel egy kis cédulát tettem, nehogy ma is elfelejtsed, miért fájdítom a szívemet. Az én szívem azért fáj, mert tegnap is versenybicikli nélkül jöttél haza. Szó nincs arról, hogy hajlandó vagyok kivárni a születésnapomat, a névnapomat, a karácsonyt. Szó sincs arról, hogy bármilyen alkalom kell ehhez. Az kell ehhez, hogy én naponta szekáljalak téged, és hogyha mégsem veszed meg, akkor cédulákat rakjak a cipődbe, hogy emlékeztesselek arra, hogy mit kell csinálnod. Igazán elhivatott, és kicsit ez a kapitalizmus hőse ő. Ugye igen. A 80-as évek, amire többször igen, igen, igen. Hát ő hisz abban, hogy nincs lehetetlen az apjának. Greed is good, ugye. Az apja képes rá, igen. Van egy ilyen tervgazdálkodás betartató, ilyen mini TSZ-elnök attitűd is ebben, hogy hát apuka, nem ezt beszéltük meg apa, hamar hazajöttél ma. Nálunk úgy folytatódna ez, hogy akkor játszunk? Nála pedig az, hogy biztos elég pénzt fogsz így hazalapátolni, és lesz ebből versenybringa? De hogy én miért akarnék karácsonyra versenybiciklit kapni? Hiszen hóban biciklizni őrültség, és mire elolvad a hó, addigra én nekem ez meg már nem kell. Hát én valójában arról van szó, hogy tudod, nem a következő 3-5 évre kapom én azt a versenybiciklit, hanem hogy akkor ott örüljek neki, amikor megkapom. Hát de kint meg hó van, hát nem tudok benne biciklizni. Normális vagy, valójában a következő 2 hétre kapom. Utána úgy se kell. Fater, ha jót akarsz, és nem akarod elinflálni az ajándék értékét, akkor nem keverünk bele holmi karácsonyt ebbe az ajándékozásba. Plusz ugye én februárban születtem, tehát itt kénytelenek leszünk mondjuk a házassági évfordulótok alkalmából venni nekem egy versenybringát. Nem, arról van szó, hogy én szeptemberben szekállak téged, tehát ez szeptemberi ajándék. Értem, apu? Uh-huh. Minden nap szekállak. Apu, egy harmadik műszak, mondd, mi az neked? Na ez az, ahol én ledobtam a láncot. Ez kicsit a pofátlan, rohadék, undorító. Kicsit ízlelgessük ezt a sort. Apu, egy harmadik műszak, mondd, nem mi második, az neked? Nem második. Egy harmadik. Tudod, Fater már 2 műszakban dolgozik, de a gyerekének nem hiányzik. A gyerekének nem lenne probléma, ha még kevesebb időt töltene a családjával. A gyereknek nem hiányzik az apja, még egy kicsit lehetnél többet távol, és megkereshetnéd azt a pénzt, amiből nekem azt megveszed, amit most már tényleg meg kéne venned, mert hol van még a karácsony, és egyáltalán hóban biciklizni? Ki hallott még ilyen? Na ez egyfelől végtelenül undorító, hogy apu, mi lenne egy harmadik műszakkal. Másfelől viszont akkor itt megdőlni látszik az új gazdag hipotézisünk, nem? Hogy az új gazdag a referencia, de ez a család nem új gazdag, hanem a szomszéd gyerekek az új gazdagok, meg az iskolában a gyerekek az új gazdagok. Már mindegyiknek van moncsicsije, ugye? Az a szám is megér egy misét, basszus, hogy így a szülőkön követen, hogy már mindenkinek van. És még szerencse, hogy csak moncsicsije, mert most már iPhone-ot kell legyen, nem moncsicsit. De itt úgy tűnik, hogy ez a zöld versenybringa referencia, ez jobb bevételű családok által lett állítva, és itt a harmadik műszakból jön neki. Az lehet? Az milyen mondás? Kijelentő módban. Igen. A mosogatógép helyett megveszed nekem.
megveszed nekem. Nem felszólító, nem vedd meg nekem a mosogató. A mosogatógép helyett megveszed nekem. És hát egy kérdőjelezett, nem programozza az apját, mint egy számítógépet, mert olyankor nem kell hozzátenni az, hogy léci, vagy hogy ugye megveszed, ezt hanem a... ugye az, hogy adtam egy parancsot, és nyomtam egy entert. Most vannak abban a nexusban, ebben a korban, amikor az apja az a személy, aki fent, aki biztosítja a családnak a megélhetését, és ennyi a szerepköre. Kész. Olyan, mint ahogy az állam az azért van, hogy vigyázzon rám, és igazából nem akarom tudni, hogy csinálja, így pedig nem akarom tudni, apa, hogy... Apa, a bevételi. Az igazság az, hogy a gyerek nem elégedett az apjának a morájával, a munka morájával. Nem elégedett azzal, amennyit az apja dolgozik, meg egyáltalán amennyi, amilyen erőfeszítéseket tesz, azért, hogy neki soron kívül zöld versenybiciklije legyen. A legdrágább. Felolvasnám egyben ezt az utolsó verzét, mert akkor ebből azért kiderül, hogy ez egy ilyen felvázolt jövőkép, hogy na, mit szólsz hozzá, nem jó így? Azt mondja, apu, egy harmadik műszak mond, mi az neked, a mosogatógép helyett megveszed nekem, bármit kérhetsz, én megteszem neked, ha két kerékkel több van nekem. Tehát ő itt már egy cserét ajánl, hogy akkor ő bármit kérhet, nyilván például egy ötöst évvégén biológiából, vagy itt próbálja elcserélni az elvárt jó viselkedést egy nagyobb honoráriumra, mint amit kapni vélje érte automatikusan. A Moszkva térben megvan a Csulya Imre autókereskedőnek a fia, aki összetöri a ladát. A na ő ez. Ez ő, amikor nagyobb lett, ő a ladával. Na igen. Szóval, hogy ez vérlázító, amit ez a kölyök előad. És tudod, ők ezt viccesnek szánták. Tehát persze. Aki ezt a szöveget írta, az viccesnek szánta, persze, és azt várta, hogy a magyar ember a ismerjen magára meg a családjára ebben. Ismerjen a saját gyerekére ebben. És hogy erre a reakció ne az legyen, hogy fiam, nem tudom, hogy mit képzelsz magadról, nem tudom, hogy kinek képzeled magad, egyáltalán mi lenne, hogyha elmennél dolgozni? Elmennél mondjuk felszolgálni, és mondjuk megkeresnéd azt a pénzt, amiben a zöld versenybringa kerül, de nem ez, nem ez a reakció, hanem hogy milyen cuki, milyen aranyos, az én gyerekem is ilyen, az én gyerekem is ilyen zsarnok, az én gyerekem is ilyen elviselhetetlen, ilyen etikátlan, ilyen követelőző, ilyen végtelenül rossz fej, és végtelenül, hát hogy mondjam, ilyen erkölcsi érzék nélküli, ilyen kis háztartásbeli zsarnok. Nem kinek szép. Kell ez? Azt írja a hallgató. A mókuskerék, még ha tengerparton van, akkor sem szabadság, hanem csak frusztráltság. Legyen munka, meg munkabér, de csak annyi, ami szükséges az élethez. A pénz csak egy szükséges eszköz, nem a cél kell, hogy legyen, mert különben csak rabság az élet. A kapcsolatok elinflálódtak és felszínesebbek lettek, írja a hallgató, és ez még a korábbi témánkra vonatkozóan. Úristen, léci, tegyünk említést arról a gyűlöletes jelenségről, amikor használati tárgyakról énekelnek versenybringa, petróleumlámpa, rádiógaga, személyi igazolvány. Jogos felvetés, hogy ebből egy csokrot össze tudnánk már állítani. A hallgató azt írja, a kisember fogyasztói kosarát szimbolizálja a fagyasztóláda. Telepakoljuk összegyűjtött termékekkel, amik akciósak, esetleg ingyenesek, és hibernáljuk a készletet. De amikor már olyan csúrók vagyunk, hogy az áramot is lekapcsolják, akkor kiolvad az egész, ránk rohad, és megy az egész a kukába. Hol van tehát a fenntarthatóság ezekben az esetekben? Nincs fenntarthatóság, az életnek egyetlen vonatkozása sem fenntartható, vagy legfeljebb csak annyira, mint egy harmadik műszak és egy zöld versenybringa. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.